Cső Babi néni! Sziasztok! Kiveszem már a rágót. Na tegnap írtátok kommentbe, és tök igazatok van, tehát, hogy itt sír a szám, hogy Debrecen, de hogyha valami kis, ízi, rossz kis faluba kéne ülnöm, vagy él ülnöm, ahol mit tudom én várom a buszt, ami napi kétszer jár, hogy el tudjak menni Dohányból, az még szarabb lenne. Tehát biztosan vágynék ide vissza Debrecenbe és ezzel tisztában is vagyok. Nem véletlenül lakom itt. Itt adódtak úgymond lehetőségeim, bár ezt nem nevezném. Csak igaz, hogy Debrecen nagyváros, meg megyeszékely, meg izi, csak ez a Debrecen nagyváros egy kicsit olyan, mint ahogy Rogán Cecília modell. Hogy az amúgy ennyi, hogy amúgy a franc se kívánja. Se Cecíliát, se ezt a város. Na, szóval ez, ez, ebben igazatokban lépjünk túl rajta. Olvastátok, hogy befejezik a Fiat Punto gyártását? Hogy gyakorlatilag most végre tágul ki az emberek elméje, és megértették az olaszok is, hogy hagyjuk ezt a szat. Na, remélem be is tartják az ígéretüket. Korábban olvastam, de most konkretizálták, hogy pontosan mikor. Remélem visszafizetik minden károsultnak, mert ez nagyobb szopás, mint egy deviza hitel. Na mindegy. Ezen is lépjünk túl. Mondani <kül> akartam valamit. Faszom. Ami mindig szarul vagyok, amúgy. De az a baj, hogy annyit kell rohangálnom, meg annyi izé, hogy nem is tudom kipiálni. Ezt az egészet. Hú, voltam a csekket fizetni. A bünti az a posta. Viszont kérdezni szeretnék tőletek valamit tudom, hogy erre nem nagy lehetőség van, de azért mindenki próbálkozik valahogy, hogy ti hogyan próbáltok nem is az, hogy megtakarítani, hogyan próbáltok, próbáljátok a befektetni a pénzt, talán ez a legjobb izi. Most erősen gondolkodom a forexezésbe, ugye így devizával, mert az biztos, hogy a forintba maradt pénzem, az tíz év múlva semmit nem ér. De Ugye kevés lehetőség van, meg olyan buziság, hogy nem is tudom, volt egy bankba pénzünk, kurvasok. Az TVG-n az elszámoló, hogy 5000 forintot kamatozott. Hogy most ez komoly, mondom. Többet kamatozott, de több is volt a levonás. 5000 forint volt, ez mondom, nagyon jó. Szóval így a bank az felejtős. A de még az, amit talán, fugyanak, nekem két olyan hatalmas tőzsdei gondolatom volt. Az egyik, mikor fe megismertem feleségemet, ezt próbáltam, hogy intellektuális lenni, hogy én izé, milyen egy izé ember vagyok. Na mindegy, de bejött, gyerekek, már mind nem az intellektualitás, hanem az, hogy végül csak összejöttünk. De nem, akkor mondtam neki egy durvát, mondjuk lehet, nem így kellett volna kezdeni, de mondom, ha lenne egy millió, már nem lenne. Nem, akkor mondtam neki, ez kilenc évvel ezelőtt, tíz évvel lassan, vagy mit tudom, hány éj, azt hú, az meg cigi, de nem tudom, hogy Huawei részvényeket vennék. Akkor még egy picsán faszom szar izi telefon volt. Talán akkor jött a piacra az első készülékük, amikor ezt mondtam feleségemnek, előtte két hónappal. Viszont már akkor láttam azt a telefont, és láttam, hogy, hogy ők mi alapján próbálnak elindulni. Na, ha akkor lett volna 1 millió forintom, és a huawei be veszek részvényeket, most lenne vagy 100 millió forintom. Ha nem több. Hát ugye most a második legnagyobb mobilgyártó cég lett, ha jól tudom, vagy harmadik, de valahogy itt van az élmezőnyben. Na mindegy, de hát ez, ezt elbalfaszoskodtam. Nem, nem volt egy millió forintom. 300 forint volt nálam, hogy a busszal visszajöjjek a csajtól, vagy a feleségemtől. Na mindegy, a, a másik nagy ötletem, de ez is egy geci nagy ötlet volt, az meg. Nem tudom, nem jut eszembe. Na kíváncsi vagyok amúgy, ti, ha most lenne, egy-két-háromszázezer, vagy több is, vagy kevesebb is, hogy ti miben fektetnétek bele, de nem ilyen, hogy bukszát, meg kaparó egyet vennétek, hanem hogy úgy, mi, mi, most a lehetőség amúgy? Hogy, hogy, hova kell tenni a pénzt? Vagy mi a izi? Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert bújam a netet mostanában, és igazából nem, nem, találok normális lehetőséget. Ugye itt volt ez a szájba baszott lakáskassa, vagy lakástakarék, azt se adott olyan nagy izét. Tehát az az, 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 évi 72 ezer forint azért az is vicc kategória, jobb, mint ami maradt utána, ez tény és való, de hogy úgy, tehát játszani kell, amúgy ez a lényeg. Mondom, a Forex is azért érdekel, mert lesz itt izé, az a baj most az euró kibaszott erős. Az valószínűleg gyengülni fog, de ez most van. Apámnak mondta, még gyerek voltam. Egy haverja, hogy még akkor jelent, megszűnt a márka, meg minden, és akkor mondta a haverja, hogy Misi, tegyétek a pénzeteket izébe. Euróban. Mondta, apám, meg nem mert mi minek, vagy mi. És akkor volt azt hiszem, egy euró 70 forint. Na akkor, ha egy jelentős összeget belerakott volna az öreg, akkor most igazán szép összegeket ki tudott volna venni. De szerintem ugyanígy jártak azok is, akik a, a svájci frankba tettek akkoriban pénzt. <kül> Értelem megugrott az értéke. Na mindegy, nekem ez jutott eszembe. Már bocs, hogy ilyen komolykodás volt, de erre kíváncsi vagyok. Ti hogyan csináljátok?